Mivel az első fordulóban kiírt oroszlányi meccse hazaiak kérésére későbbi időpontra került, a Nyíregyháza Blue Sharks a második fordulóban kapcsolódik be az NB1B piros csoportjának küzdelmeibe. A rajt előtti sajtótájékoztatón Sitko Ernő szakmai igazgató elmondta, hogy a légiós kiválasztás egyelőre folyamatban van, a Honvéd elleni meccsen még nem lesz külföldi játékos a cápáknál. A célokat tekintve nem hangzott el konkrét helyezés, mivel némileg átrendeződtek az erőviszonyok a másodosztályban, így néhány fordulóra szükség van ahhoz, hogy reális kép alakuljon ki a riválisok játék erejéről. Természetesen mindenki azt várja tőlem, tudom jól, hogy azt mondjam, hogy a feljutásért fogunk küzdeni, de nagyon nehéz ezt kimondani. Meg kell látnunk, hogy a többiek erősítése hogyan sikerült. Úgy gondolom, hogy mi megpróbáltuk megerősíteni a csapatunkat, és szem előtt tartani azt is, hogy anyagi romlásba se vigyük az egyesületünket. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk ott lenni a legjobbak között természetesen. Csapatunkat szeretnénk majd még kiegészíteni egy légióssal is, és akkor mondhatjuk azt, hogy elkészült ez a keret, amivel nekivágunk a 2018-19-es, vagy amivel be akarjuk fejezni majd ezt a bajnokságot. A külföldi játékos nem így, de két új kosaras láthatnak a cápáknál a szurkolók. Bazsó Bruno és Tóth Gergely érkezésével némileg átalakult a csapatjátéka. Siska János edző szerint a 6-7-es felkészülés alatt és a 7 edzőmeccsen sikerült beépíteni az új szerzeményeket. Nagyon komoly és kemény munka van mögöttünk. Én úgy gondolom, hogy jó sikerült a felkészülés, az új játékosokat sikerült beépíteni a csapatba, és csütörtökön mindenképpen győzni szeretnénk. A támadójátékunkat mindenképpen át kell alakítanunk, új figuráink vannak, illetve a védekezésben is vannak újítások. Azért két ilyen játékost igazoltunk, mert ők több poszton is tudnak játszani, a Bazsó Bruno gyakorlatilag 1-4-es posztig tud játszani, a Geri pedig 4-5-ös poszton bevethető, úgyhogy jobban tudjuk rotálni majd a csapatot. Az NB1B-ben egy 20 év alatti játékosnak kötelezően a pályán kell lennie a meccseken. A nyíregyháziaknál az egyik ilyen kosaras fazekas Csaba, aki győztes meccse számít csütörtökön. Szerintem nagyon jó formában jön, ez a 6-7-es felkészülés elég volt arra, hogy összeszokjunk, az új játékosokat is beépítsük. Ugye volt szó arról, hogy az összes csapat erősített, ez igaz a Honvédra is, ugyanis igazolták a horvát Ákos, többszörös magyar válogatott, a Debrecenit. Szóval nagyon kemény találkozóra számíthatunk, de hazai pályán vagyunk, első meccs. Én nem félek attól, hogy ki fogjuk adni magunkból, amit csak ki tudunk, úgyhogy én bízom benne, hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Voltam a nyáron a válogatottban, elmondhatom azt, hogy nem olyan estem ki a ritmusomból, ennek nagyon örülök. A felkészülés során voltak jó meccseim, próbálom ezt a ritmust tartani én is, és hát bízom benne, hogy a csapatot fogom tudni segíteni, amiben csak tudom. A Nyíregyháza Blue Sharks budapesti honvéd mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A további párosítás a következő: Nagykőrös Oroszlány, Miskolc PVSK, MAFC, MTK Török Bálint, Bonyhád Veszprém, Vasas Akadémia Budafok és BKG Prémajese Békés.